Bunkerbe kellett menekíteni Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, és újabb harci sikerekről számoltak be. Az oroszok reggelt kívánok, ez itt már a napindító, én Per Jési Tamás vagyok, és itt van a stúdióban Horváth József, az Alapjogokért Központtól biztonságpolitikai szakértő, valamint a Rendes Péter külpolitikai szerkesztőnk. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a nézőket, tábornok urat és szervusz Beszélünk tehát majd ezekről a dolgokról, kezdjünk viszont egy összeállítással, ahogyan említettem, harci sikerekről számoltak be az oroszok. Egy nap alatt mintegy 2000 ukrán katona el van, valamint súlyosan megsebesült. Diplomáci rendezés egyelőre nincs terítéken, ezért is beszélt például arról, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, hogy a békét kívülről lehet megteremteni. Egymás után esnek el a kelet-ukrajnai települések, miközben a kievi kormányerők folyamatosan adják fel állásaikat. A védekezők ember, lőszer és fegyverhiány miatt jobbára már csak arra koncentrálnak, hogy a föderáció területére mérjenek drón és rakéta csapásokat. Az orosz úthenger ezzel egy időben lassan, de biztosan halad előre, és felőrli az ukránok ellenállását. Komoly áttörést ugyanakkor a támadók sem érnek el a frontvonalon, de szakértők szerint nem is ez a céljuk. Ezekkel a szavakkal lehetne leírni az elmúlt hónapok harci cselekményeit. A moszkvai hírek pedig a hét elején is ezt támasztották alá. Ismét az orosz védelmi tárca legutóbbi hadajelentésében arról számolt be, csapataik előre törtek a Donetszki régióban, és ellenőrzésük alá vonták Progress és Jefanyivka településeket. A legutóbbi offenzíva során az ukrán hadseregnek mintegy 2000 katonája esett el, vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén, sőt több zsoldossal, köztük nyugati országok fegyvereseivel is végeztek az oroszok. Legalábbis ezt állítja az illetékes tárca. Szergej Lavrov külügyminiszter ismét figyelmeztette Kijev szövetségeseit, hogy ne vegyen részt közvetlenül a harcokban és ne fenyegetőzzenek. Rendre azt mondják, hogy Putyin elnök atombombával fenyegetőzik, bár ilyet még egyszer sem mondott az államfő. Megtette helyette ezt azonban több európai ország és az Egyesült Államok is. A volt brit kormányfő azzal fenyegetőzött, hogy kész megnyomni az aktiváló gombot. Akkor kérdezem én, hányadán is állunk a fenyegetőzéssel? Tette fel a költőik kérdés, Szergély Lavrov. A harci cselekmények során nem marad az ukránok válasza sem. A kievi kormányerők három üzemanyag tartályra mértek dróncsapást egy olajraktárban Oroszország Kurszki területén. Moszkva közlése szerint a légvédelmi rendszereik hét Ukrajna által indított pilóta nélkül robotrepülőt semmisítettek meg, egyes drónok ugyanakkor becsapódtak. Kijevben most abban bíznak, hogy azok a akiknek felfüggesztették börtönbüntetésüket vagy elengedték, a frontra vezényelték őket, ők kellő mértékben motiváltak lesznek és sikereket érhetnek el az oroszok ellen. Néhány rász azt mondta nekem, hogy még legalább egy kis időt maradjak életben. Megkérdeztem, mit értenek ez alatt, hogy egy kis időt? Nem így állok hozzá, szolgálom a hazámat, harcolok és megváltoztatom az életemet. Mondta az a férfi, aki többet magával amnestiát kapott, amért vállalt, hogy harcol az oroszok ellen. Már a föderáció katonai sikere vitathatatlan, Ukrajnának pedig egyre kevesebb pénzt folyósít a nyugat, a háború lezárását kizárólag tárgyalóasztalnál lehet elérni. Ezt pedig egyre többen látják be. Ezt az álláspontot képviseli konzekvesen a magyar kormányfő is, és a fegyveres konfliktus kirobbanása óta nem változtatott ezen. Legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta hogy békét csak kívülről lehet hozni, mert sem Moszkva, sem pedig Kijev nem akar kiegyezni egymással. Orbán Viktor Tusnát fürdői beszédéről majd beszélünk itt a stúdióban, Lajkófannival is az alapjókért központtól, meg természetesen terítéken majd most is Horváth a biztonságpolitikai szakértővel, de mielőtt akkor erről beszélnénk fordulok Péter, ez mi minden történt még az elmúlt 24 órában. Én pedig köszöntöm a kedves nézőket, amely az előző felvezetőben elhangzott jobbára, ugyanazokról tudok beszámolni. Picit mások az adatok az elmúlt 24 órában. Ukrajna és Oroszország ismét egyaránt kölcsönösen drónokkal támadt egymást, és több rakétacsapás mértek egymás területére. Oroszország károkat jelentett, Ukrajnában pedig lelő drónokról és egy rakétáról számoltak be az elmúlt 24 órában. Az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy összesen 39 ukrán drónt fogott el, vagy semmisített meg az elmúlt egy nap folyamán az orosz csapatok bejelentették közben azt is, hogy lassú előrenyomulásuk során elfoglaltak egy újabb település. Donetsk megyében az orosz védelmi minisztérium beszámolja szerint Vovcse község az, amit az oroszok elfoglaltak. Donetsk megyében az orosz hadsereg továbbra is támadja közben a Bakhmut közelében fekvő Csaszívjár városát. Az ukránok teljes egészében elveszítették, most már Szlávjánszk város agglomerációjában fekvő Kramatorszk térségében az elő első erősítés ési így az oroszok gyakorlatilag több irányban tudnak már manőverezni, áll az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentésében. Ahogy Tamás már hallatták, valóban a frontra látogatott Volodymyr Zelenszky Arkív megyébe. Zelenszky elnök, akit egy bunkerbe kellett egyébként rövid időre menekíteni, azt mondta, idézem, ma abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy üdvözölhetem a különleges erőink harcosait és hivatalos kitüntetéseket adhattam át nekik, tudatta Zelenszky közösségi oldalán. Jelenleg egy egyébként Wovchansk az a település, az egyik a sok közül, amelynek birtoklásért folynak a harcok az ukrán hadsereg, illetve az orosz erők között. A különböző közétett videófelvételek pedig ezt alá is támasztják, hogy gyakorlatilag lerombolták már a települést, de az ukránok csak részben adták fel, az oroszok pedig mennek előre, és Kiev erősítéseket küldött pontosan ezért a térségbe, mert hogy az oroszok haladnak előre. Az Egyesült Államok részéről közben bejelentették, hogy egy újabb katonai támogatást nyújtanak Kijev számára mint egy 200 millió dollár értékben. Ez megint nem az költségvetésből származó új összeg, hanem a korábban megszavazott csaknem 61 milliárd dollár segélynek egy újabb részlete, amelyet az Egyesült Államok készletéből hívnak le és küldenek el, illetve adják át Ukrajnának. John Kirby mondta ezt a Fehérház Nemzetbiztonsági Kommunikációs Tanácsadója, aki hozzátette azt is, hogy az új fegyverszállítások lehetővé teszik az ukránok számára azt, hogy hatékonyabban védekezzenek az oroszokkal szemben, az oroszok pedig csak súlyos emberveszteségek árán tudnak előre haladni. Hát nyilvánvalóan ez az amerikai narratíva. Amennyiben a következő napokban nem újul meg az orosz kőolaj Ukrajnán áttörténő szállítása, a pozsonyi Slovnaft kőolaj leállítja az Ukrajnában történő gázolaj kivitelt. Ezt már Robert Ficó mondta, szemmel láthatóan a melyén kísérletet követően Robert Ficó szlovák kormányfő jóval keményebben áll ki országáért és száll szembe esetlegesen azokkal a kijevi elképzelésekkel, amelyekkel nem ért egyet Pozsony. Kiev az orosz kőlaj-export tranzitjának korlátozásáról hozott lépésével Szlovákiának és Magyarországnak árt elsősorban, de Ficó fölhívta arra a figyelmet, hogy ez Ukrajnának sem teszt jót, neki is árt az országnak, miközben az intézkedések hatását Oroszország meg sem érzi. Nem pont erre, de ezzel a témával kapcsolatban megszólalt Mendszer Tamás is a Fidesz KDNP kommunikációs igazgatója, aki emlékeztetett arra, hogy a napok pont kijevi vezetők ismerték el, hogy Ukrajna a fegyverszállítás miatt zsarolja Magyarországot, ezért ez az egész olaján borgós ügy röviden tömören ennyit az elmúlt 24 óráról. Ezt a témát viszem első körben tovább, és kérdezem akkor most Horváth Józsefet, akit szeretettel köszöntök a kihelyezett stúdiónkban. György hogy lát, hogy látja ön ezt a kérdést, ezt a barátságtalan ukrán lépést, amely Magyarország esetében és ilyen szempontból Szlovákia esetében is komoly nehézségeket és fennakadásokat okozhat? Egy olyan országról beszélünk, ami az Unióba készül, és rögtön két uniós országgal szúr ki. Igen, ha most erről az oldalról nézik, akkor azt mondom, hogy ennek tökéletesen igaza van. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy Kijevi vezetés önmagától soha nem döntene így. Én látni vélem mögötte, hogy azért egy brüsszeli bólintás is ott van, hiszen Brüsszelnek nincs ellenére az, hogy a magyarokkal és a szlovákokkal, akik ugye önálló politikát folytatnak itt az ukrán háborúval kapcsolatosan, egy ilyenfajta összehangolt műveletnek vagyunk most a tanúi. Tehát ez, amit most az ukránok végrehajtanak, az a csatlakozásuknak én úgy gondolom egy újabb állomása. Hallgatnak arra, amit Brüsszel mond, és fegyelmezetten végrehajtják az ottani elvárásoknak megfelelően. Azzal együtt, hogy amit most látunk, ugye egyrészt Ficó részéről, ez egyik oldala ennek, és kétségtelenül van ennek realitása, hogy azt mondja, hogy mi adjuk a ukrán gázolajnak 10%-át, ami egyébként hajtja az agregátoroktól kezdve a harci telekményekben résztvevő fegyverekét, mert azok mind dízelüzeműek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magyar kormány viszont még őrzi azt a fajta nagyvonalúságot, hogy megadja azt a lehetőséget az ukrán vezetésnek, hogy adott esetben revidálják át. Tehát itt most a magyar és a szlovák lépések, én úgy gondolom, hogy valamiféle összehangoltságra is mutatnak, hogy a két ország igyekszik ebből a szempontból a diplomácia adta lehetőségeknek a teljes tárházát kihasználni. Ebből a szempontból majd most várnunk kell azt, hogy az ukránok részéről mi fog történni, hiszen tudjuk azt is, hogy Magyarország viszont szintén ad gázolajat is az ukránoknak, ugyanakkor az elektromos áramellátásban közel 40 ad a magyar állam, ami azért a jelenlegi ukrán áramhiányos időszakban nagyon-nagyon fontos az ő számukra. Ilyenkor már azt lehet vizsgálni, hogy mondjuk Ukrajna másként dönt, mint mondjuk az Európai Unió, hogyha látván, hogy hogyan járhat, hogyha eljutunk odáig, hogy ahogyan ön is fogalmazott, hogy a szlovákok mellett a magyarok is mondjuk lépnek még egyet ezen a saktáblán, akkor Ukrajnának van-e önálló döntése? Tehát hogyha azt mondják nekik, hogy mondjuk tartsatok ki és csináljátok tovább, amit csináltok, akkor azt megcsinálják-e, vagy mivel az érdekük az ezzel ellentétes, azt mondják, hogy akkor nem, most ebben akkor mi is visszalépünk akár egyet. Hát idáig Zelenszkij elnök az nagyon fegyelmezett volt. Tehát amit Washingtonból vagy Brüsszelből mondanak neki a szponzorai, ők annak megfelelően játszanak ezt a szerepet. Én azt gondolom, hogy itt látnunk kell azt, hogy azért a háttérben most leginkább Kiev főpolgármestere Klitschko az, aki megmozdult, és azt mondta, hogy hát azért meg kéne kérdezni már az embereket is. Tehát itt egy belpolitikai küzdelem is van, és ebből a szempontból nagyon jogos, amit ön felvet, hogy meddig tudja ez Zelenszky elnök adott esetben folytatni, főleg akkor, hogyha most tételezzük fel, hogy az a ukrán állam hiánynak a 40 át vagy igénynek a 40 át Magyarországtól nem kapja meg, és ebben a nyári hőségben, illetve azért az elektromos árammal ők is működtetnek nagyon sok mindent, tehát a háttériparukat is még inkább lehasaltatják, annak azt gondolom, hogy beláthatatlan következményei lehetnek. De azért ez érdekes olyan szempontból, hogy mégis a kapcsolatot most már éppen nem Zelenszki elnök ukrán részéről, nem az Egyesült Államok jelenlegi regnáló elnökével tartja, hanem most már fölvette a kapcsolatot Donald trump mint talán a legesélyesebb jelöltel a november 5 i választáson. És itt azért Washington szerepe kiemelkedő, mert mondjuk ha áramkörként tekintünk erre, akkor mondjuk egy relé csak az Európai Unió, de gyakorlatilag az áramforráshoz Washington. Való, igaz, pillanatnyilag. De ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogyha november elején Donald Trump lesz a befutó, akkor az Európai Unió áram áramforrása. Kétséges az, hogy el tudja látni ezt a szerepet, és teljes igényét ki tudja elégíteni fegyverbe, pénzbe, alkatrészbe, minden egyébben, amit idáig az Egyesült Államok tett meg döntő részében. És az, hogy Zelenski elnök felvette a kapcsolatot Donald trump hát az az egy kényszerű lépés volt a részéről, hiszen eh, nyilvánvaló, hogy eh, neki tudomásul kell venni, még ha ez egy keserű pirula is lesz az ő számukra, hogy eh, ha Donald Trump lesz az elnök, akkor alapvetően meg fog változni eh, az Egyesült Államok külpolitikája. Nem véletlen az, hogy Donald Trump ezt is elmondta, hogy ő közölte vele, hogyha ő lesz az elnök, egy, nem várja meg a beiktatást, hanem azonnal lépéseket tesz, kettő, hogy, hogy ő fogalmazott, hogy vége. Tehát erre föl kell készülnie az ukrán vezetésnek. Én azt látom, hogy ebből a fölkészülésből most eh, Kiev tette egy gesztust Brüsszelnek, akár Ursula von der Leyennek is, hogy a magyarokkal és a szlovákokkal szemben akkor ő most bekeményít. Akkor bocsát, tábornok adódik még egy kérdés, hogy hiába próbálja az Egyesült Államok rátestelni Európára azt a fajta támogatást, amelyet jó rész eddig ő biztosított Washington az ukránoknak. Európa részéről ez se pénzben, se fegyverben, se lőszerben kivitelezhetetlen. Megvoltak már a készletkiseprések, leállt a termelés, föl kell pörgetni, ennek 5-10 éves időszaka van legalábbis, ezt mondják ő szakértők, és a európai hadseregek sincsenek olyan állapotban, hogy lenniük kéne, és még ezek után gondolkodik Ursula von der Leyen a saját katonai képződménybe uniós szinten. Ez mindig az, ugyanakkor itt az időfaktort kell látnunk, tehát az amerikaiak is szerintem alapvetően egyrészt abban gondolkodnak, hogy novemberig Ukrajna tartson ki, aztán, hogy mi történik, mondjuk, hogyha Donald Trump jön, akkor a jelenlegi demokraták azt mondják, hogy utánunk az özönvíz. Ugyanakkor, ha most Brüsszelt nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy az a fajta furcsa koalíció, amit fölállt és osztozkodott a brüsszeli jól párnázott és fizetett székeken. Ezek alapján ők úgy gondolhatják, hogy ők is jó diákként teszik a dolgokat. Aztán, hogy majd mi történik Donald Trump alatt, ők is úgy gondolják, hogy azt majd meglátjuk akkor, és abban ugyanakkor önnek igazam, hogy ennek a sornak a végén az ukrán katonák, az ukrán hátország az elszenvedői mindennek a nagyhatalmi politikai játszmának, mert ők nem kapnak lőszert, ő náluk nincs elektromos áram, és még sorolhatnám, hogy mi minden nincs, azzal együtt, hogy az egy, látni kell egyébként, hogy lehetetlen küldetés, tehát egész egyszerűen lőszerrel nem fogják tudni Európából ellátni az ukrán hadsereget a belátható időn belül. Ugye a lőszer az egyik kérdés, a másik az emberkérdés, már csak azért is, mert a mozgósítással kapcsolatban Rengeteg videófelvétel látott napvilágot az elmúlt időszakban, hogy mennyire nem akarnak most már többségében az emberek a frontra menni. Most volt egy friss ír azzal kapcsolatban, hogy valaki inkább levágta az újjait baltával, csak hogy ne vigyék a frontra. Így azért egy háborút hosszú távon hogy lehet viselni egy országnak, egy nemzetnek, hogy az emberállomány az véges, és azok, akik pedig még besorozhatók, azok sem akarnak egyébként, aztán azoknak a motivációjáról, felkészítéséről, felkészültségéről ne is beszéljünk. Hát a rövid válasz, hogy így sehogy nem lehet háborút viselni, ez egy kudarcra ítélt küldetés, és utalnék a bevezetőben hallott hírekre, hogy Zelenszki elnök a frontra látogatott, és kitüntetéseket adott hát, hát katonák valószínűleg jobban örültek volna a kézzel fogható támogatásnak, mint egy plecsnének. Ugyanakkor oka volt annak, hogy most látogatott a frontra, hiszen a legújabb hírek szerint ukrán elitegységek, deszantos dandár mondjuk, amelyik megtagadta a parancsot, a, par a vezetőjük egy ezredes, tekintettel arra, hogy olyan küldetésre akarták egy jól kiképzett, jól felszerelt elitettséget, aki már a háború kitörése óta harcol, amiben gyakorlatilag mészárszékre mentek volna, és a parancsnokuk megtagadta a parancsot, ezért aztán le is váltották. Most viszont az egész dandár, hogy úgy mondjam, sztrájkba lépett, tehát nagyon-nagyon feszült a helyzet ebből a szempontból a fronton. Nyilvánvaló, hogy Zelenszky elnök ezért is látogatott ilyen kutyafuttában oda, hogy egyrészt megmutassa, hogy ő ott van velük, és ő bátor ember, másrészt pedig ezek a kitüntetésekkel próbálja elfedni azt a fajta belső feszültséget, ami egy hadsereg esetében, hogyha már parancsmegtagadások vannak, az egy nagyon súlyos erjedési folyamat, és ezt megállítani, ha nem tudják az ukránok, akkor nagyon nagy bajba kerülhetnek, akár heteken belül. De tábornok úr elnő, és nagyon csúnya kifejezéssel fogok élni, de amikor Zelenszky elnök ellátogat egy-egy zűrösebb időszakban a frontra, hogy mutassa magát, ez a klasszikus eset, a dobunk egy csontot a kutyának, de etetni nem etetik őket, így nem lehet gyakorlatilag elvárni azt, főleg parancsmegtagadóktól, hogy elfogadják azt, hogy miért is küzdjenek, mert nem a saját országukért küzdenek, hanem idegen érdekekért. É, igen, mi ezt innen ebből a stúdióból látjuk, vagy akár Magyarországról látjuk. A, az ukrán embereknél azért nyilvánvaló, hogy a, az, hogy meg kell élniük azt, hogy le kéne mondaniuk akár a békért, az országuk területének pillanatnyilag a 20%-áról. Azért mi ezt megtapasztaltuk Magyarország esetében, ez egy borzasztó keserű pirula, amit nehéz lenyelni egy országnak. Tehát ebből a szempontból érthető az, hogy ők minden négyzet ér, hajlandó hajlandóak harcolni. A következő kérdés az, és ebben megint meg kell nézniük egyébként a magyar példát, hogy mondjuk az első világháború elvesztése után az az emberáldozat, az mennyire hiányzik. Magyarországnak, hogy ne a kétharmadát veszítse el az országának. Tehát a rossz meg a még rosszabb között mindig van választás, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy Ukrajnának még időben kellene egy döntenie, mielőtt csak még rosszabb feltételekkel szembesül. Ennek lehet akár egyele az, hogy most arról beszélt Vladimir Zelenszki Ukránának, hogy novemberre kidolgoznak egy béketervet, egy részletes béketervet, amelyben persze, ahogyan ő fogalmazott a területi integritás kérdése, az benne van, hogy tiszteletben kell tartani Ukrán a területi integritását. De hogy megint erről beszélt, hogy ugye novemberre teszik azt a békekonferenciát, ami a következő, lesz ha minden igaz az oroszok, ha minden igaz, akkor ott lehetnek, vagy meghívják őket. Szóval, hogy megint erről volt szó, hogy lesz egy részletes béketerv, ebben akár majd hajlik valamilyen szinten már kompromisszumra Ukrajna? É. Az a kérdés, hogy milyen választási eredmény születik november elején az Egyesült Államokban. Nem véletlen az időzítés, hogy novemberről beszélnek. Szerintem mindenki megvárja azt, hogy milyen döntés születik a tengeren túlon, és onnantól kezdve igyekeznek majd ehhez megkeresni ezekhez a gombokhoz a kabátot, hogy milyen fajta megoldás irányba mozdul el Ukrajna is. Tehát én azt gondolom, hogy ha Donald Trump nyer, akkor onnantól kezdve Ukrajnában teljesen más, hozzáállást fogunk látni, és erre is készítik föl már a lakosságot, hogy Zelenszkijtől is elfogadják azt, ami teljesen ellenkezője annak, amit akár egy hónappal ezelőtt is mondott még. De mindenki ez novemberrel számol, novemberre tették a közel az izraeli akciónak a végét is, az Amerikai Egyesült Államok választást is, az a pénz, amelyet folyosítottak, az hozzávetőleg a Ukrajna számára novemberig tarthat ki, kiszámít az alapján mennyi lőszert használnak, tehát itt minden sarkatos pontja az a november eleje. Valóban így van, tehát az Egyesült Államok szponzorációjában is szerintem tűpontosan kiszámolták, hogy a választásokig, amiről már többször beszéltük, hogy ne omoljon össze az ukrán front, lehetőség szerint az oroszok ne gyorsuljanak föl, addig legalábbis, tehát az Egyesült Államok jelenlegi vezetése is nem lát messzebbre már semmilyen szempontból, mint november első napjai. Ez a minimál program, és ez bármilyen fájú, egy közben halljuk, hogy naponta ezrével halnak vagy szebesülnek meg a katonák, és ez egy ilyen rideg hozzáállás a részünkről, meg közben látnunk kell, hogy családok vagy egy egész nemzetnek a tragédiáját látjuk. És innen folytatjuk majd Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, hamarosan tehát a napindító második részében érkezik utána hozzánk Lajko Fanni, szintén az Alapjogokért Központtól terítéken majd Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusnát fürdői beszéde és az azzal kapcsolatos reakciók, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is. novembernél tartottunk, és minden attól függ, hogy mi lesz az Egyesült Államokban. Milyen szerepe lehet például Kínának a béketeremtésben? Ezzel folytatjuk Horváth József biztonságpolitikai szakértőr, az Alapjogokért Központtól, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnkkel. Már csak azért is, mert egyrészt ugye Mitro ukrán külügyminiszter Kínában járt, ahol egyeztetett például Wang Yi kínai külügyminiszterrel is, és azóta találkozott Laosban egymással Anthony Blinken amerikai külügyminiszter, valamint a kínai külügyminiszter. Milyen szerepe lehet Kínának ebben a béketeremtésben? Nagyon fontos szerepet. Egész egyszerűen tudomásul kell venni ezt, hogy a világpolitikában a valóban fajsúlyos kérdéseknél már nem lehet Kínát megkerülni. Másrésztről pedig azt is látni kell, hogy elindult egy diplomáciai eljedés, és ez nem lehet nem hozzákötni a magyar miniszterelnöknek a. Körútjához, hogy úgy mondjam, hiszen azután történt meg azok az események, amiket ön mond, de tegyük hozzá azt is, hogy az orosz és az amerikai miniszterek, hadügyminiszter is például felhívják egymást és telefonon egyeztetnek. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle tárgyalásos irányba mindenfél, és nem csak a hadviselőfelek, tehát az oroszok és az ukránok, hanem a, a proxy hadviselők is, mint az Egyesült Államok, illetve valamilyen szinten Oroszország mögött azért megjelenik Kína is, tehát ezek az országok elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ez mind-mind arra mutat, hogy az amerikai elnökválasztás után, ha addig nem történik a fronton valami olyan fajta változás, amit pillanatnyilag nem látunk, de igazából benne van a levegőben, hogy egy összeomlás is megtörténhet az ukrán hadseregen belül, de ha ez nem történik meg, akkor ezeknek a tárgyalásoknak még később fogjuk megtudni igazából, hogy mekkora súlyuk lesz, akár november után. Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, és az erjedés szót használta, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter mondta az pont a tegnapi nap folyamán, hogy egyértelműen, hogy ön is erre utalt, összeköthető ez a mostani folyamat egyfajta enyhülés, ott tárgyalnak egymással a felek, és hogy felvették a diplomáciai kapcsolatot a leginkább érintettek az orosz-ukrán konfliktusban. Ez pont onnantól datálható, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Soros Európai Uniós elnökségként Magyarország miniszterelnökeként, rögtön azzal kezdte gyakorlatilag a fél éves ciklusát, hogy ellátogatott Pekingbe, előtte Moszkvába, előtte elment Kijevbe, aztán pedig Washingtonba, és ez nagyon-nagyon szorosan összefügg. Tehát amennyire Kínának a szerepe fontos, az a jégtörő funkció, amit elkezdett Orbán Viktor, az biztos, hogy vitathatatlan, és ezt már azok az elemzők is elismerik, akik egyébként a balliberális fősodor mentén helyezkednek el. Igen, ez még egy dolgot tegyünk hozzá az ön felsorolásához, hogy nagyon sok mindenki megmozdult, ott a török elnököt is ide sorolhatjuk, illetve Donald Trumpot is, ugyanakkor az Európai Unió részéről nem hallunk semmit. És igazából ez két ok miatt én azt gondolom, hogy ez elszomorító. Egyrészt mutatja azt, hogy az Európai Unió vezetése és maga az Európai Unió mennyire súlytalanná kezd válni a nagyhatalmi játszmákban. Másrésztről pedig az, hogy a brüsszeli politikai elitnek a fejében a lehetősége sincs meg, hogy önálló külpolitikai irányt, európai érdekeket megfogalmazó külpolitikai irányt hajlandóak lennének fölvállalni. De pontosan ez a magyar elnökség az egyiknek a célja a többek között a versenyképesség növelése, mert azt is elveszítette az Európai Unió. Kell egy gyakorlatilag egy olyan védelmi politika, ami fontos Európa számára túl a NATO-n, és ezzel vissza kell helyezni a világtérképre az Európai Uniót, amit egyébként pont saját maga lehetetlenített el, az a, az a balliberális vezetés, amely egyértelműen az amerikai demokratáknak a tenyerébe leszik, mert ezeket most már azt hiszem, hogy ő nyugodtan ki lehet mondani. Persze, hát most egyfajta provinciája az Egyesült Államoknak az Európai Unió, és ez egy nagyon kényelmes leosztás az ő számukra, hiszen az előző részben, ahogy beszélgettünk, akár a háború szponzorálása szempontjából is alvállalkozóként ki tudják adni az amerikaiak az Európai Uniónak, másrésztről pedig az Egyesült Államoknak nem kell attól tartania, hogy egy újabb riválissal számolnia kéne gazdasági, politikai téren, még ha katonailag nagyon messze is vagyunk ettől, de az Európai Unió az elmúlt 8-10 évben minden ilyen szerepéről úgy tűnik, hogy önként dalóva mondott le. Ebben voltak, bocsánat, azok a pénzek, meg az a befolyás, amelyel egyébként éltek és nyomásgyakorlás az Egyesült Államok részéről, és megint köthetünk például arra az Ursula von der Leyenre, aki tudott újrázni, és ez nem feltétlenül jó magyar szempontból, mondjuk Magyarország esetében. De hát azért ott van neki a vakcina, ügy, ott van neki egy korrupciós ügye. Ezektől az emberek úgy elfeledkeznek, ezekkel nem foglalkoznak, de vezető lehet, de úgy, hogy aztán oda menjen a húsos vadékhoz, amikor mondjuk újjáépítésről lesz szó, akkor az amerikaiak nem fognak már tekinteni az Európai Unió. Ura, mert azt a részt már maguknak akarják, és ezzel be fognak fürödni ilyen formán a mostani balliberális uniós vezetők előbb-utóbb. Sorszerű. Szerintem föl sem merül már ez bennük, szerkesztő úr. Az a rossz hírem van. Én azt gondolom, hogy Ursula von der Leyen az önáltal által felsorolt okok miatt tökéletes választás az amerikaiak részéről, hiszen ha lennének is önálló gondolatai, amit pillanatnyilag már nem látunk, akkor is számos olyan érv vagy ütőkártya van az amerikai kezében, amivel őt kordában tudnák tartani amikor az Európai Unió vezetéséről beszélünk, akkor ideértjük akár azokat a nemzetállami vezetőket, akik mondjuk a legnagyobb országokat is vezetik, tehát akár a franciák esetében Emmanuel Macron, Olaf scholz a németek részéről, vagy Franciaország, Németország gondolkozik-e akár másban, vagy másként, mint mondjuk az Európai Unió vezetése? Hát Németországban uh... Olaf Scholz kancellár részéről nem láttunk ilyen gondolatkísérleteket. Emmanuel Macron részéről vannak próbálkozások, de úgy tűnik az én számomra, hogy ő egy ilyen egyet jobbra, egyet balra játékot játszik, tehát meg akar felelni a tengeren túli demokrata elvárásoknak is, és próbálkozik azzal is, hogy valamiféleképpen a francia gloárt újra fényesítse, hát az elmúlt napok akár az olimpia megnyitója kapcsán is vannak bennünk kételyek, meg a rendezés minőségét illetően is, tehát összességében én azt gondolom, hogy az európai önáltal nemzetállamoknak hívott, én már ezt őszintén szóval annyira nem látom, hogy itt nemzetállamokról beszélnénk, sokkal inkább ilyen multikulturális, nem is országok, hanem területekről, és ebből kifolyólag a nyugati politikai elitnek, a nyugat-európai vezetőknek már sokkal óvatosabban és sokkal hogy úgy mondjam, több húron kell játszaniuk, hogy megfeleljenek a hazai választó igényeknek is, hiszen ott már számolni kell a muszlim választókkal is, számolni kell azzal is, hogy a szélső baloldali radikálisok mit gondolnak, és akkor innentől kezdve ez gyakorlatilag egy ilyen lehetetlen küldetés mi az az amerikai érdek, vagy inkább úgy fogalmazom meg elsőkörben, hogy óceánon túli érdek, amelynek, ahogy említette, Emmanuel Macron francia köztársaság elnök részben meg akar felelni. Mondjuk november 5-ig az elnök választások az Egyesült Államban, ha egy kicsivel jobban kibontan, hogy mik ezek a mostani amerikai érdekek, amik Európára vonatkoznak, illetve az orosz-ukrán konfliktusra. Én azt gondolom, hogy itt két uh, dolgot kell szem előtt tartanunk. Az egyik az az, hogy a, az Amerikai Egyesült Államok uh, meghatározó üzleti körei, azok abban érdekeltek, hogy Ukrajnán belüli befektetéseiket, amelyek nem csekélyek, azokat megvédje valaki. Kettő, hogy a jelenleg Ukrajnában tervezett és Zelenszky elnök által belengetett újabb privatizációs hullámból még kimazsolázzák maguknak azt, amit akár 5-10 éves perspektívában üzletileg kiemelt fontosságúnak éreznek, ásványkincsektől kezdve közszolgáltató cégekig rész pedig az újjáépítés. Az újjáépítésből a saját cégeik, a saját banki befektetőiknek szeretnének előnyt fenntartani, tehát összességében én azt gondolom, hogy az amerikaiak részéről ez a három cél van, amit látnak maguk előtt, és nekem furcsa ez a megindult orosz-amerikai egyeztetés, olybá tűnik, mintha az amerikaiak már üzletileg is elkezdenének tárgyalni az oroszokkal, hogy ha mi engedünk nektek egyben, akkor ti miben engedtek nekünk üzleti szempontból másban. Tehát úgy tűnik, mintha Ukrajnát most vernék dobra úgy, hogy gyakorlatilag mindenki ott van, körül a húsos fazék közül, csak képessége az ukrán emberek nincsenek. Ezek az üzleti körök mennyire pártfüggetlenek, vagy pártok fölött állók, tehát gondolok itt arra, hogy vagy demokrata üzleti körök, vagy republikánus, vagy ilyen szempontból ezt igazából nem lehet meghatározni, ezek az üzleti körök be vannak kötve mind a két párthoz például. Nyilvánvaló, hogy ők a saját zsebüknek, vagy a saját részvényeseiknek igyekeznek megfelelni, ebből kifolyólag a jelentős részük azért mind a két, tehát a vörösre is, meg a feketére is, hogy a ruletet hozzuk, traknak tétet, így nem tudnak veszíteni. Ugyanakkor azért akár Elon Muskot idehozhatjuk, hogy vannak olyan üzletemberek, akik egyik vagy másik oldal mellett kötelezik el magukat, és itt látjuk egyébként a demokraták mellett is, hogy szép számmal vannak olyanok, akik alapvetően abban érdekeltek, hogy ez a balliberális mainstream uralkodjon az Egyesült Államokon belül. A következő kérdés az az lesz, hogy novemberig ezek az üzleti körök kiben látják azt a fajta garanciát, hogy az ő érdekeik következő ciklusban is biztosítva legyenek. Én azt gondolom, hogy Donald Trump első négy évének az egyik fő problémája azon túl, hogy a állami gazgatást nem uralta, a másik az az volt, hogy túl keményen vagy radikálisan ment neki ezeknek az üzleti köröknek, akik egész egyszerűen elfordultak tőle. Most majd meglátjuk, hogy ebből a szempontból képesek lesznek-e új díleket kötni egymással. És háborút tekintetében mennyire fontos akkor a továbbiakban, mondjuk a pénzügyi köröknek az előretörése, illetve előtérben maradása, hogyha Trumpot választják meg elnöknek? Az egy nagyon fontos kérdés lesz, mert akkor előjön a harmadik, amit is soroltam, az újjáépítés kérdése, és szerintem a nézőknek ez furcsa lesz, de mindig ugye beszélünk arról, hogy egy háború mekkora üzlet, hadipar, stb. Ugyanakkor az újjáépítés a szakértők szerint még nagyobb üzlet, és itt csak hozzuk ide a BlackRockot példának, ugye az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb ilyen tőkebefektető cégcsoportját, amelyiknek az egyik fontos lába az a hadipar. A másik fontos láma viszont eh, akár az építőipar az újjáépítés lehet. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ugyanarról a rókáról ők rutinosan le akarják húzni a második bört is tehát a saját üzleti érdekeik is azt diktálják, akár hogyha Donald Trump békét akar, akkor ők is azt fogják mondani, hogy jó, legyen béke, de akkor az újjáépítésnek az üzletéhez mi szeretnénk hozzáférni. És itt emlékeztetnénk még egy dologra, hogy a BlackRock azért már hónapokkal ezelőtt Kievben tárgyalt Zelenszky elnök, és előzetes megállapodásokat is aláírtak az újjáépítésre vonatkozóan. És ha már itt tartunk, akkor egy ilyen megállapodást és aztán újjáépítést azt végig lehet -e vinni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, tehát hogy ő legyen az, aki végül megköti a tűzszünetet és békét Oroszországgal, Vladimir Putyin orosz elnökkel, vagy oda már más személyekkel? Lehet, hogy végig lehetne vinni, és nyilván az ő részéről igény volna rá, hogy maradjon minél tovább a vezetői székében. Ugyanakkor én nem látom annak a lehetőségét, hogy az oroszok őt komoly és komolyan vehető tárgyaló partnernek tekinteni. Másrésztről pedig azt sem látom, hogy az ukrán emberek elfogadnák azt, hogy az az elnök, aki egyébként a háború mellett kardoskodott és végig ebbe az irányba érvelt, illetve azokat a korrupciós ügyeket se felejtsük el, amelyek gyanúja ott lebeg és családja feje fölött. Ezeket az ukrán emberek tartósan elnéznék neki. Nagy valószínűséggel azt szokták mondani elemzők, hogy már, hogyha befektetők és újjáépítés, akkor a nyugat elsősorban nem Zelenszkiben gondolkodik. Őt inkább elnézés, de erre a feladatra szánták, amelyet most gyakorlatilag végigvisz, úgyis, hogy már legitim szempontból sokan megkérdőjelezik, hogy elnöke vagy nem. Hogy látja ön, hogy akkor inkább más ember, és ha más ember, akkor ki jöhet a helyére? Én is azt gondolom, hogy inkább más ember, mert ugye Zelenszky elnököt láttuk a elnökség első időszakában öltönyben, nyakkendőben, most már megszoktuk, hogy csak gyakorlóra hajazó, meg katonai militáns pólókban, pulóverekben jelenik, meg furcsa lenne újra öltöny nyakkendőben, újra úgy látni őt, de a tréfát félretében én azt gondolom, hogy önként jelentkezők és a nyugati hogy úgy mondjam, válogató műsorok azért elindultak, tehát nem véletlen az, hogy egyrészt rész főpolgármestere Klitschko az, aki mostanában egyre inkább megnyilvánul, ott van még a tartalékban Zaluzsnyi is, aki most elméletileg már Londonban diplomatáskodik, de időnként azért Kievben is föltűnik. Tehát összességében azt gondolom, hogy ezt a két szemét látjuk leginkább, de hogy egyébként egy harmadik általunk még nem gondolt embert is előhúzhatnak a kalapból, az is bőven benne van. És innen folytatjuk már is Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, aztán kapcsoljuk Kárpátaljáról a tudósítónkat Dunda Györgyet, aki beszél majd a mozgósítás legújabb fejleményeiről. Maradjanak velünk továbbra is. Tűzszünetnél, békénél, újjáépítésnél tartottunk. Hogyha azt nézzük, akkor erre van-e nagyobb esély, vagy arra, hogy akár egy új hidegháborús helyzet alakulhat, hiszen nemrég arról beszéltek egyrészt, hogy telepítenének újra a nagy hatótávolságú fegyvereket Németországba az amerikaiak, erre reagált Vladimir Putyin orosz hogy akkor ők is olyan távolságba visznek hasonló fegyvereket, mint amit az amerikaiak megtennének, ez ugye a jövőben értendő, majd 2026-ról beszéltek, illetve most megint volt egy orosz hadihajó Kubában, amelyet ott ünnepeltek, és be hajózott oda. Szóval arra van nagyobb esély, hogy itt azért tűzszünet lesz béke, és akkor megnyugodnak a kedélyek, vagy egy újabb hidegháborús helyzetre, vagy akár a kettő nem is zárja ki egymást? Kettő nem zárja ki egymást. Én ugye akkor azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor elkezdik a lapokat újraosztani. És ez a lapok újraosztása a... Kártyában lehet, hogy egy békés művelet, de a hatalmi osztozkodás az mindig egy fájdalmas művelet. Tehát akár gazdasági háborút nézünk, akár egy új hidegháború lehetőségét nézzük, akár egy forró háborúkat a... Föld különböző térségeiben, és itt a közelünkben ne felejtsük el, hogy azért a közel-keleten is egy szikra kell ahhoz, hogy akár egy pusztító háború elindul, hiszen a török elnök is bejelentkezett, hogy ő majd megvédi a palesztínokat. Tehát a földünk egy sokkal kockázatosabb, világgá vált, és ebből a szempontból nem dughatjuk azt gondolom a homokba a fejünket, és nem hihetjük azt, hogy ha holnap, és ez a holnap legyen november, az orosz-ukrán háborúban egy tűzszünet jön létre, ettől függetlenül ez a fajta fegyverkezési verseny és hatalmi versenyfutás, az tovább fog folytatódni. Ennek része, amit ön is idézett, hogy németek ugye szeretnék azt, hogy akkor hozzájuk telepítsenek ilyen rakétákat, de ne felejtsük azt se, hogy a lengyelek is bejelentkeztek önként és dalóval, vagy atomfegyvereket fogadnának be. Ugye Putyin elnök most bejelentette azt, amiről már beszéltünk, hogy akkor ő is telepít nyilvánvaló, hogy Belarusba és Kaliningrádba, ott már az előkészületek megtörténtek. Tehát én azt gondolom, hogy a következő néhány évtizedben egy másfajta világban fogunk élni, mint a hidegháború lezárolta után éltünk 30 évig. Horváth József, köszönjük szépen ma is, visszavárjuk majd a stúdióban már a Benti jövő héten is. is. Köszönjük szépen. És már is fordulok tudósítónkhoz, Dunda Györgyhöz. Szervusz, jó reggelt kívánok! A mozgósításról már itt beszéltünk a stúdióban. Arra kérnélek szépen, hogy mondd el a legfrissebb fejleményeket ezzel kapcsolatban Ukrajnából. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mindig történik valami olyasmi, ami új, gyakorlatilag egyfajta fordulópontot is jelent ebben a nagyon negatív folyamatban. Azt ugye már megszoktuk, tele van az internet erőszakos mozgósításról szóló videókkal, ahogy éppen az utcán igazoltatatnak, majd erőt alkalmazva próbálják a katonai kisbuszokba, mozgósítási kisbuszokba pakolni az embereket. Azt is tudjuk, hogy akinek teheti pénze lehetősége van, az nekivág a zöld határnak, ugye a Tiszán keresztül nagyon sokan menekülnek, és sajnálatos módon nagyon sokan életüket is vesztik a határfolyóban. Ugyanez elmondható egyébként nem csak a Tisza, hanem a Duna folyó vonatkozásában, Odessa megyében, ott Románia irányában próbálnak így módon menekülni a hétvégén is az ukrán határőrség a vízből Emelt ki egy hatköteles korú férfit, aki illegálisan próbált így módon elhagyni az országot. És viszonylag új jelenségben korábban erről már szóltam itt a műsorban hogy a toborzáshoz szolgáló mikrobuszokat is egyesek már felgyújtják Kijevben, Nyiproban, Odesszában, igen, csak elszaporodtak ezek az esetek, de az elmúlt napokban, az elmúlt héten gyakorlatilag már, már tömegessé vált ez a jelenet, olyannyira, hogy akik kisbuszok tulajdonosai civilekről van szó, azok a műszerfalra írják egy papírra, hogy ez nem a toborzóirodák kisbuszai, hanem civil polgárek kéne, hogy bántódásra eset. A járműveiknek, és éppen tegnap az Ukrán Biztonsági Szolgálata a rendőrséggel közösen közzétett egy információt, egy közleményt, ami szerint Odesszában hat szemét fogtak el, csak az elmúlt két hét során bizonyíthatóan legalább 15 ilyen katonai járművet, mikrobuszt gyújtott fel, melyekben ugye az embereket próbálják összegyűjteni és a toborzóba vinni. 18 és 24 év közötti fiatal emberekről van szó, valamennyien ételfutárok voltak, ez ugye megkönnyítette a munkájukat, feltűnés nélkül tudtak Odessa városában járni Kelleni, kifigyelni, hogy hol parkol ilyen kis busz, és az éleple alatt felgyújtani. Az úgy működött, hogy egyik őjük molotov cocktail anya, égő anyagot dobott, gyúlékony anyagot dobott a járműre, a másik pedig videóval rögzítette, ugyanis a megrendeléseiket a rendőrség információja szerint interneten keresztül kapták, és miután fotó és videóanyaggal bizonyították, hogy elvégezték ezt a munkát, akkor ezért cserében fizették ki őket de Kievben, Kievben kiskorúakat is elkaptak, 14 évesekről van szó, akik szintén interneten találtak ilyen felhívást, amiért több száz dollárt fizettek, és hát ők is kifigyelték, hol parkolnak a toborzó tisztek járművei, és ezeket felgyújtották, videók is terjednek a közösségi médiatérben, sőt az ukrán biztonsági szolgálat is közzétett egy videót erről az odesszai esetről, hogy hogyan működött az ilyenfajta bosszú, vagy ilyenfajta leszámolás a civilek részéről. Viszont a hadsereg a katonasság berkeiben sem tűrik ezt el szó nélkül, és a hármas számú roham dandár egyik vezetője, bizonyos Romanov parancsnok kijel Tette egy interjújában, hogy ő engedélyt adott a saját katonáinak arra, hogy akinek tudomása van ilyen öm, akciókról, ahol járműveket gyújtanak fel, akkor az ilyeneket, akik ezt megcselekszik, gondolkodás nélkül nagyon lehet lőni, szerinte háború idején is belefér, nem kell velük kézzel bánni, nem kell itt a hatóságokat bevonni, eljárás kezdeményezni, bírósági ügyet, hanem egyszerűen lelőni, aki felgyújta a toborzó tisztek járműveit. Jó reggelt kívánok, Gyuri Tombol, akkor a jogállamiság ilyen szempontból Ukrajnában is. Engedd viszont arra kérdezzek rá, hogy hogyan viszonyulnak Kijevben ahhoz a Robert Fico által is emlegetett javaslathoz, hogyha nem biztosítanak kőolajat, akkor cserébe az a 10 -a, amely dízelben átkerül Szlovákiából Ukrajnába, akkor az nem fog megérkezni, holott pont most javulta az áramellátás és az áramhelyzet. Igen, ami érdekes az egész helyzettel kapcsolatban, hogy az ukrán média, az ukrán politikusok is viszonylag keveset foglalkoznak ezzel a témával, hogy elzárták, hogy erősen korlátozták a tranzitot Szlovákia és Magyarország felé. Itt voltak még Ukrajnában is olyan sajtójelentések, olyan találgatások, hogy talán ezt nem is kiebben találták ki feltétlenül, hanem esetleg Brüsszelből az unió vezetői részéről sughattak, vagy éppen adták ukázba Kievnek, hogy a fősodorral szembe helyezték Magyarország és Szlovákiát így módon is büntessék meg egy harmadik kéz által. Hangsúlyozom, ezek csak sajtótalálgatások, de ilyenekről lehetett olvasni. De ha jobban belegondolunk, valóban Ukrajnának annyira nem volt érdeke, hiszen javulni látszanak az ukrán-magyar kapcsolatok. Orbán Viktor Kijevben járt, olyan hírek is vannak, hogy Orbán Viktor járt ugye közben azért, hogy Vladimir Zelenszky telefonon beszélhessen Donald trump -al. megállapodtak arra, hogy új fejezet nyitnak, egy új kétoldalú egyezményt dolgoznak ki. Tehát ugye annyira valóban úgy tűnik, hogy ki ennek nem lehetett érdeke, de lehet nyomásra büntetésül cselekedhették ezt. Viszont a gyakorlati síkon ez azt jelenti, hogy eddig az ukrajnai üzemanyagpiac 10%-át Szlovákia biztosította, onnan jött vissza a feldolgozott orosz nyársolaj, Ezt, ha kiesik az ukrán piacról, akkor azért értelemszerűen negatív hatást fog gyakorolni az üzemanyagpiac egészére, áremelkedés, kisebb fajta hiány is felléphet. És hát Magyarország tekintetében itt azért Ukrajnában egyesek figyelmeztetnek arra, hogy az EU-ból Ukrajnából érkező áramimport, mint egy 40%-a Magyarországon keresztül jön be Ukrajnába, és ha ezt Magyarország válaszlépésként felfüggeszteni, az szintén nehéz helyzetbe sodorhatja Ukrajnát. Ugyanakkor itt most ne el, javulni látszik az áramhelyzet, múlt héten egy újabb ö, energiablokkot helyeztek üzembe az egyik atomlétesítményben, illetve már nincs olyan hőség, mint korábban volt, és ez mind, -mind hozzájárult ahhoz, hogy már tegnap is csupán néhány órás áramkorlátozás van, és hosszú hónapok után ma lehet az első nap itt Kárpátalján, hogy azt ígérik a megyei áramszolgáltatónál, hogy nem lesznek villanykikapcsolások. Ilyenre május óta nem volt példa, hogy egy napot áramszínet nélkül töltsünk itt Kárpátalján. Dunda György, köszönjük szépen, ma is holnap megpróbálunk újra kapcsolni. És akkor folytatjuk majd ezzel a témával, részben ugye érintjük Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusnát fődői beszédét és az arra adott reakciókat, az Európai Uniós ügyeket, és foglalkozunk tehát természetesen ezzel az olajválsággal is. Érkezik hozzánk az alapjó Központ Fanni, maradjanak velünk továbbra is. Orbán Viktor magyar miniszterelnök Tusnátsfüdői beszédével foglalkoztunk már itt a Napindítóban több aspektusból is. Folytatjuk ezt az elemzést. Itt van Lajko az Alapjogokért Központtól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tusnát fürdőn, ott voltál te is, hallottad ezt a beszédet? Mik a legfontosabb részlelmeket kiemelnél, és aztán megvizsgáljuk ezeknek a nemzetközi visszhangját is? Nagyon nagy élmény volt személyesen hallgatni a miniszterelnök úrnak a beszédét, és hát ez egy olyan beszéd volt, amit én úgy gondolom, hogy nem elég egyszer meghallgatni. Az, ami legszembetűnőbb volt nekem az az, hogy milyen hosszú távra tervez a kormány, és hogy milyen nagy víziói vannak az elkövetkező évekre, és hát ebben a beszédben inkább egy ilyen külpolitikai áttekintést láthatunk arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan képzeli el Magyarország a jövőbeli kapcsolattartását a különböző régiókkal a világban. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jövőképet vázolt fel a magyarok számára, amit egyébként most, június 9-én az Európai Unió részéről a parlamenti választásokon nem láthattak. Tehát egy olyan Európai Unióban vagyunk jelenleg, ami egyik napról a másikra tervez, lényegében az, amit cselekszik az lényegében egy ilyen válságcselekvés, amikor egyik napról a másikra hoz döntéseket, hiszen nincs egy konkrét cél, egy konkrét terv, illetve ami van, az is igazából napról napra változik, és én azt gondolom, hogy ezzel szemben van egy olyan ország az Európai Unióban, aminek van konkrét fixzója, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És hát ugye pont a tusványosi beszéd az hagyományosan mindig egy olyan pillanat, amikor tényleg egy nagyon-nagyon átfogó beszédet hallhatunk a miniszterelnök úrtól. Tehát itt, a, ott, aki figyelte a közvetítést, láthatta, hogy itt már a, például Németh Zsolt is már sokszor mondta, hogy na hát akkor jön még egy beszéd, még egy beszéd, tehát látszik azt, hogy nagyon-nagyon nagyívű volt ez a beszélgetés a miniszterelnök, illetve ugye a részevők között. Ugye kérdések is elhangoztak, tehát itt egyértelmű az, hogy itt ebben a beszédben én azt gondolom, hogy sokak számára egy kapaszkodó az, amit ők kaphattak a jövőre nézve, hogyha mégis a magyar kormány, illetve Fidesz mellett teszik le a voksukat, akkor mire számíthatnak a következő években és évtizedekben is. A nemzetközi visszhang, akárha nézzük a politikusokat, akik megszólaltak ezzel kapcsolatban, vagy a sajtó az azt tükrözte, amit mondjuk vártál, vagy volt esetleg meglepetés ebben a számodra? Az rajzolódik ki a nemzetközi politikából az elmúlt években, és főleg 2010 óta, hogy Magyarországot folyamatosan támadják. Magyarországnak van egy nagyon ö, Önálló uh, politikai irányvonala, amit követ, és ez az a politikai irányvonala, ami a magyar állampolgároknak leginkább képviseli az érdekeit. És ez sokszor uh, szembe megy például azzal az európai európa politikával, amit egy, uh, egy globalista elit irányít. És uh, ezek a támadások folyamatosak és mégis sokszor azt érezhetjük, hogy mégis kimutatóak sokszor azok a kritikák, hiszen most pont, hogyha már a lengyel példát vesszük figyelembe, amit ugye a miniszterelnök is kiemelt a beszédében, itt arról van szó, hogy mindenki a nemzeti érdekét szeretné képviselni, és próbálja, de ezt titkolják, azért, hogy a liberális mainstreamnek minél inkább megfeleljenek, és minél inkább beskatujázzák magukat egy olyan világrendi átalakulásba, ami arról szól, hogy ők csak a globális elitnek az irányvonalát képviselik. És itt a lengyel példánál konkrétabban itt maradva, itt azt láthatjuk, hogy Lengyelország is folyamatosan támadja Magyarországot, amiatt, hogy például Oroszországgal fenntartja a kereskedelmi kapcsolatot, hiszen ez a magyar energiai ellátás miatt nagyon fontos. Pont ezért is kapott Magyarország és Szlovákia is a szankciós csomag alul egy kivételt, amikor ugye a, az olajszállításról beszélünk. Emiatt egyébként Lengyelország Magyarországot kritizálja, mégis azt láthatjuk, hogy továbbra is fenntartja a gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, és ezzel egy egyértelműen kitűnik statisztikákból. Tehát az ENSZ-nek van egy olyan nemzetközi adatbázis, és amiben konkrétan kiírják, hogy nagyjából 30 milliárd dollárnyi importkereskedelmet folytatott Oroszországgal a 2023-ban, tehát bőven a háború után. Így azt láthatjuk, hogy még lényegében el is titkolják, vagy el is tagadják ezt, hogy ez, egyáltalán ez egy valós fennállás és valós, valós ténykérdés, hogy ők kikkel kereskednek. Aztán támadják azokat a kormányokat és azokat a politikusokat, akik felvállalják azt, hogy nem egy kirekesztő politikát, Szeretnének folytatni, amikor a gazdaságról van szó, hanem a nemzeti érdekekre alapozva, a konnektivitás elméletére ö, ö, alapozva megpróbálnak a gazdasági folyamatokban minél inkább bekapcsolódni. És tényleg azt, azt láthatjuk ebben az átalakuló világrendből, amit a miniszterelnök beszédéből is kiálltunk, hogy jelenleg a legfejlődőbb régió az Ázsia. Ázsiában vannak olyan technológiák, amik az Európai Unióban, vagy akár az Egyesült Államokban még nincsenek. Ázsiában vannak olyan gazdasági együttműködési rendszerek, mint például a BRICS rendszer is, ami nagyon előremutatónak tűnik, és hát minden mellett, hogy az ő gazdaságok folyamatosan fejlődik, egy olyan probléma, ami például az Európai Unióban fokozatosan fennáll, és egy nagyobb mértékű, az például Ázsiában már kevésbé áll fenn, ez nem más, mint a demográfia kérdése, hiszen ott nagyon nagy a születésszám, sokkal nagyobb, mint az elhalálozási ráta, és amíg azt láthatjuk, hogy ott egyre inkább nő a lakosságszám a különböző ázsiai országokban, ezzel párhuzamosan nő a gazdaságban betöltött súlyuk, ezzel szemben az Európai Uniós tagállamokban, és úgy általánosságban béve az Európai Unióban, ezek az adatok, és ezek a, statisztikások, a statisztikák a szögés ellentéte az Ázsiainak. De egy ilyen világrendben kell megtalálni a Magyarországnak is a helyét. Magyarország az Európai Unióban is egy kis országnak számít, gazdasági és demográfiai tekintetben is, Nem nemhogy még egy több százmilliós Ázsiai országhoz képest. Mégis vannak olyan együttműködési pontok, amik érdeklik mind a két felet a másik gazdasági kapcsolatainak a fenntartásában a jelenlegi olajválság esetében is azt lehet sejteni, amiről egyébként beszélt itt a stúdióban nagyon rég Horváth József, és azt követően Dunda György is, hogy az Európai Unió vagy a brüsszeli vezetés odaszólhatott akár Ukrajnának ebben a kérdésben, ugye, ami érinti Szlovákiát és Magyarországot is, mert hogy Tóth Máté pedig múlt héten beszélt erről pont itt a stúdióban, hogy igazából sem gazdasági érdeke nem azt kívánná Ukrajnának, ami történik, illetve lényegében semmilyen érdeke nincsen mögött Ukrajnának, hogy, hogy úgy cselekedjen ahhoz. Tehát, hogy lehet, hogy itt van egy külső behatás akár, ezt lehet -e sejteni. Talán ez nem is érdeke Ukrajnának az, hogy ő is elessen ugye a különböző tranzit diaktól. Emellett jogsértő az, amit ezzel a lépéssel, ezzel a barátságtalan és egyébként egyoldalú lépéssel tesznek, hiszen van itt egy társulási megállapodás Ukrajnával, ami kimondja az energetikai együttműködés terén, hogy szállítania kell Ezeket a különböző kőolaj forrásokat Magyarország számára is, és Szlovákia számára is. Tehát alapvetően jogszabály mondja ki ezt a kötelezettségét. Másrészt pedig a gazdasági érdek mellett még nekik is az, energiai, az energetikai ellátását veszélyeztetheti egy ilyen lépés, hiszen, hogyha megnézzük a, ezeknek a kőolaj vezetékeknek, illetve ezeknek az energetikai folyamatoknak a menetét, akkor azt láthatjuk, hogy Szlovákiából már átjut a kőolaj Lengyelországba, amit aztán kés finomítanak, és visszakerül Ukrajnába. Tehát, hogy ez valamilyen szempontból az ő ellátásukat is érinti, tehát lényegében a saját lábukba rúgnak egy ilyen döntéssel, és érdekes módon pont Szlovákia és Magyarország kapcsán hozták meg ezt a döntést. Két olyan ország között két olyan ország kapcsán az Európai Unión belül, akik egy egyértelmű békepárti álláspontot vettek fel az Európai Unióban, és én azt gondolom, hogy ez egyértelműen előre vetíti azt a nyomást az Európai Unió részéről, ami ez a békepárti álláspont miatt kialakulhat a jövőben is. Tehát most Ukrajnára helyeztek nyomást, ami gazdaságilag érintheti Magyarországot is. De én azt gondolom, hogy ez a jövőben akár más formában is megjelenhet. Tehát ha megnézzük azt, hogy jelenleg Magyarországtól az uniós forrásokat miért veszik el, akkor egyértelmű, hogy ezeket politikai, ideológiai alapokra helyezve fogyasztják be Magyarország, Magyarországtól. Ilyen például ugye a migráció kérdése, vagy a gender kérdés, amit egyértelműen kifejezett az Európai Unió, azt mondták, hogy ameddig Magyarország nem fogadja be a migránsoknak a százezreit, illetve addig, amíg a gender, gender propagandát teljes mértékben elutasítja a magyar kormány, addig uniós források nem érkezhetnek Magyarországra. És ugye tovább megyünk a politikai alapon a háború kérdéséhez, ami természetesen túlmutat a politikán, hiszen itt tényleg él emberilletekről van szó, akkor is azt láthatjuk, hogy a kormánynak van egy nagyon határozott békepárti álláspontja, ami szembe megy a brüsszeli mainstream, a brüsszeli háborúpárti állásponttal, és én azt gondolom, hogy akár nyomásgyakorlásnak a következő szintje lehet az, hogy ez a békepárti álláspont miatt akár további uniós forrásokat fogyasztanak be. És ha már itt tartunk, akkor legutóbb, amikor beszéltünk, akkor még azt követően voltunk, hogy az Európai Parlament elnökét és alelnökeit megválasztották, az ott ugye a szakbizottságok esetében is volt. Azt látjuk, hogy a politikája miatt került akár a Fidesz, vagy kerültek a patrióták olyan helyzetbe, amilyen helyzetbe, mert hogy, mert hogy ugye ott is alelnöki pozícióktól estek el. Ugye ezzel kapcsolatban pedig Dajs Tamás beszélt arról, hogy jogorvostattal is fognak élni, mert hogy ez nem járja, ami ott történik. Tehát mind ez gyakorlatilag a háttérben sejthető, hogy amiatt történnek az események, amiatt történnek? egyértelmű az, hogy teljes mértékben elutasítják a brüsszeli vezetésben az Európai Parlamenti választásoknak az eredményét. Olyan eredmények születtek, ami lehetővé tette az, hogy egy új frakció, egy új jobboldali frakció alakulja meg, ami a harmadik legerősebb előtt képviseli jelenleg az európai pártsádok körében. És hogy egy ilyen fontos és nagy súlyú választási eredményt elutasít az Európai Unió, akkor én azt gondolom, hogy ez jól mutatja az ő demokrácia és Felfogásukat, azt, hogy számukra a demokrácia azt jelenti, hogy a liberális bal és baloldali pártok vannak hatalmon, és csak azokat az uniós polgárokat ismerik el uniós polgárként lényegében, akik ezekre a pártokra szavaztak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egy, megint csak egy kirekesztő politika, amit folytat az Európai Unió, és ez nem csak a belpolitikai szintéren jelenik meg, hanem a külpolitikaién is, amikor megint csak arról beszélünk, hogy a gazdasági kapcsolatokat hogyan próbálják meg főként ázsiai országokkal elvágni, annak érdekében, hogy, a, hogy ez a gazdasági irányvonal, amit az Európai Unió követ, ez már politikai szintéren is lényegében kiütközzön gondolok itt arra, hogy akikkel nem értenek egyet politikai szempontból, és akik nem hódolnak be ennek a liberális ideológiának, ennek a liberális világfelfogásnak, őket teljes mértékben kirekeztik. És ez országok szintjén is megjelenik, most pedig frakciók szintjén is, és én azt gondolom, hogy ez, ez felháborító kellene, hogy legyen, itt szerintem sokkal hangosabban kell kiállni amellett, hogy a saját jogszabályait figyelmen kívül hagyja az Európai Unió, és amellett, hogy lényegében az uniós választók polgároknak az akaratát ilyen mértékben kirekeszti. Ami pedig még szintén érdekes, a vénégyek köre is ilyen szempontból, ami ugye Európai Uniós, és ezeket az ügyeket érinti, hiszen korábban erről egyébként Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszélt, hogy Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és ugye Csehország ide tartozik. Különböző kérdésekben most milyen álláspontot képvisel, milyen jövője lehet a vénégyeknek, tekintve, hogy jelen pillanatban az zajlik Európában, ami zajlik? Cyclon, jelenleg, hogy a lengyel kormány részről láthatjuk azt a folyamatos támadást, amin azt gondolom, hogy megnehezíthet, megnehezítheti az együttműködést. Szerintem az alapvetően egy pozitív pont ebben az egész kérdésben jelenleg, hogy egyáltalán van kilátás arra, hogy továbbra is ezek a kormányok leüljenek és tárgyaljanak, és megtalálják azokat az együttműködési pontokat, amik előremutatóak lehetnek a V4-ek kapcsolatában. De hát itt azt láthatjuk, hogy ugye a magyar-lengyel barátságnak egy történelmi jelentősége van, ami a mai napig átítatja a két országnak a kapcsolatát, de egy kormányzati szinten azt láthatjuk, hogy továbbra is Lengyelország részéről nagyon sokat támo. Nagyon sok a provokáció, ami teljes mértékben képmutatónak tűnik, és hát amikor a magyar miniszterelnök felhívja erre a figyelmet, akkor már rögtön olyan válaszok érkeznek Lengyelországból, hogy akkor igazából lépjen ki Magyarország az Európai Unióból. Tehát nem, hogy megpróbálják megérteni az egyik ország álláspontját, hanem kritizálják folyamatosan, befeketítik a nemzetközi porondon, és ezután még a teljes együttműködést is megpróbálják kizárni. Azt gondolom, hogy ez teljesen ellentmond annak a szellemiségnek, amire alapvetően az egész Európai Uniót megalapozták és létrehozták. Egy percen belül vagyunk. Jelen pillanatban milyen jövőt jósol a patriótáknak, hogy visszakanyarodjunk ahhoz a párcsaládhoz? Én azt gondolom, hogy egyre több és több párt csatlakozhat, ha már a tusványosi beszédről, beszédnél tartunk, illetve az ott elhangzott pódiumbeszélgetésen, itt már ott is Tők is László Lászlótól hallhattuk azt az ötletet, hogy az RMDS-nek is csatlakoznia kellene a patriótákhoz, emellett több más olyan pártról is hallhatunk, akik az érdeklődésüket fejezik ki, én azt gondolom, hogy a patriótáknak a jövője az mindenképp egy bővülő jövőkép. Lajko köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekünk. Önöknek pedig köszönöm egyelőre a figyelmet, de már is folytatjuk, méghozzá jönnek a legérdekesebb információk, a hírek a Híradó stúdiójából Bírós Zsától, vagyis a nagyvilágból, aztán pedig egy ünnepés megnyitó veszi kezdetét majd a 13. Balaton megkerülő Tannem kerékpáros túra kapcsán látássérültek érintettek ebben mozdulj közhasznú egyesület. Mindezzel folytatjuk tehát, de csak a rövid után maradjanak velünk továbbra is.